Ismét eltelt két esztendő ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy eljött a Fejér megyei őszi tárlat ideje. Több évtizedes hagyomány alapján rendezik ezt meg megyénkben, létjogosultságát pedig azaz egyre növekvő érdeklődés bizonyítja, ami a résztvevő művészek és a kiállítást felkereső közönség számában is megnyilvánul. Ahogy Varga Tamás elnök megnyitójában fogalmazott, az őszi tárlat jól reprezentálja Fejér megye színes és értékes kortárs képző és iparművészetét. Az ember úgy van megalkotva, hogy szomjazza és keresi a szépet. A Fejér megyei múzeum jó érzékkel szolgálja ma ezt az igényünket a megye kortárs képző és iparművészetét bemutató őszi tárlatával. 88 megyei képző és iparművész jelentkezett 2011-ben az őszi tárlatra, aminek ezúttal a Csók István képtár ad otthont. Erős, kiegyensúlyozott a most kiállított anyag a tárlatot méltató művészet történés szerint. Műfajok, stílusok és témák sokasága köszön vissza a falakról. Ahogy Smohai András mondja, a hivatásos művészek és a nem a képzőművészetből élő alkotók is kitettek magukért. Megtalálhatók itt különféle technikával készült festmények, hagyományos grafikák, autonóm textilművek és kerámiák, kis plasztikák, szobrok, változatos fotóeljárással készült fényképek, ékszerek, videómunkák és installációk. Hagyományosan díjakat is átadtak az őszi tárlat megnyitóján. Ezekről egy a Magyar Képző és Iparművészeti Lektorátus által delegált zsűri döntött. A Fejér megyei önkormányzat díját a Borsos-Lőrinc alkotópár, Székesfehérvár önkormányzatának elismerését pedig Korompai Péter keramikus vehette át. Dunaújváros Rohonci Istvánnak adta át díját, a Dunaújváros művészetért alapítvány pedig Páhi Fekete Noémit jutalmazta ezúttal. A Csókképter épületének egészét megtöltő Fejér megyei őszi tárlat 2012. január 29-ig várja a látogatókat.